Kék szív dobbant a Szent István téren az autizmus világnapja alkalmából. A flashmobot, amelyben több mint 70-en vettek részt, a Szimbiózis Alapítvány szervezte. Jakubinyi László elnök elmondta, az akció és egyben a világnap célja nem más, mint felhívni a figyelmet arra, hogy az autista emberek is ugyanannyira szerethetők, mint bárki más. Kék ernyőktől volt zsúfolt a Szent István tér péntek délután. Az autizmus világnapja alkalmából flashmobbal hívták fel a figyelmet a Szimbiózis Alapítvány munkatársai és gondozottaik a fogyatékkal élőkre. Az autista embereknek nagyon fontos, hogy minden precíz legyen, így a szív is ki van matekolva. Több mint 70 ember formált kék esernyők segítségével egy óriási kék szívet. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke elmondta, az akció és egyben a világnap célja nem más, mint felhívni a figyelmet arra, hogy az autista emberek is ugyanannyira szerethetők, mint bárki más. Hál' Istennek ma már nem arról kell beszélni, hogy van autizmus a világban, hanem hogy ők hogyan vannak, tehát milyen perspektívájuk van, akár a diagnózis után, amikor összeomlik a család, milyen kommunikációs vagy szociális képességterápiák, fejlesztések vannak, van-e óvoda, iskola, vagy ahol problémás gyerek van, akkor integráltan, szegregáltan oktatjuk-e őket. Fontos az autizmus minél hamarabbi felismerése, és az olyan családok hatékony segítése, ahol valakinél diagnosztizálják az autizmust, ma pedig erre már számos lehetőség adott. A világnap erre is felhívja a figyelmet. Élnek közöttünk számosan olyan autizmussal élő fiatalok, felnőttek, gyerekek, akik másképp érzékelik a világot, másképpen látnak dolgokat, de hogy hihetetlenül fontos értékeket tudnak ők teremteni, és nagyon fontos, hogy a társadalom figyeljen rájuk. Az autizmus világnapja előtt tisztelegve szombaton az előző 4 évhez hasonlóan ismét kékbe öltözik az avasi kilátó.